Kardos Kálmán elnök vezérigazgató elmondta, hogy 2018-ban is folytatták a korábbi évek gyakorlatát abban, hogy az önkormányzat döntései alapján felújított lakásokat adtak ki az eredményesen pályázóknak. Idén is közel 200 lakásba tudunk új bérlőket beköltöztetni. Ez azért nagy szó, mert hogyha visszamegyünk most 8 évvel, az első 4 évet, a második 4 évhez, ha viszonyítjuk, akkor ez 2,5-szeres növekedés. Így már alig maradt üresen álló és kiadható lakás a városban. Az üzlethelyiségeknél is hasonló a helyzet. Etéren 3-szoros a növekedés. Szinte minden arra alkalmas boltot kibéreltek már a vállalkozók Szegeden. A város ingatlankezelője mintegy 40 milliárd forintos vagyonnal gazdálkodik. Az elmúlt évek során és az idén is csökkent a kint lévőségük, mert a cégnek tartozók többségével sikerült részletfizetésben megállapodni. A bevételt nem csak ezzel növelték. 4 évvel ezelőtt olyan 2,2 milliárd forint körül volt a bevételünk, most meg szerintem el fogjuk érni a 3 milliárdot. És hát azért ebben egy nagyon nagy tétel az, hogy kvázi vállalkozásként az önkormányzat javára mi lakásokat újítunk föl. És ez, miután a tulajdonos kötelezettsége a lakások felújítása, ő megfizeti az IKV-nak. Egy lakás felújítási költsége mintegy 3,5 millió, az átlagos bérleti díj pedig havonta 19.500 forint, ami a piaci ár negyede. Az önkormányzati lakások többségét, a 88%-át szociális helyzete alapján kapta meg a bérlője. Kardos Kálmán megköszönte a dolgozóknak, hogy sok más téren is javultak az eredményeik. Gyorsabb lett a bejelentett hibák kijavítása, és a panaszos levelek többségét is határidőn belül válaszolták meg.